Ma este először egy nagyon különleges világba, nanoméretű anyagok világába fog elkalauzolni minket az este első előadója, dr. Zrínyi Miklós, aki a Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetétől érkezett hozzánk. Korábban a BME fizika-kémiai tanszékének volt a vezető kutatója, majd 1994-től tanszékvezető egyetemi tanára, most pedig a Semmelweis Egyetem nanokémiai kutatócsoportjának a vezetője. Ma este pedig az intelligens nanoanyagokról, a nanotechnológia első 150 évéről fog nekünk beszélni. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel dr. Zrínyi Miklóst. Köszönöm szépen, jó estét kívánok. Hova tűnt a hölgy? Minden esetre köszönöm szépen ezt a meghívást. Meg kell, hogy mondjam, hogy kicsit bizonytalankodva fogadtam el, mert hát ugye azt mondták nekem, hogy itt provokatív előadásokat kell tartani. Hát ettől egy kicsit megijedtem, azt mondtam, hogy na ám legyen, és ezért ezt az előadás címet választottam, hogy ez szükséges egyébként? Igen. Na, ezek kell. Szóval ezt az előadás címet választottam, hogy a nanotechnológia első 150 éve. Ugye ez önmagában provokatív, de arra nem gondoltam, hogy én leszek az első, akit provokálnak, mert hogyha megnézték a Facebookot, hát azon nagyon provokatív szövegek voltak, amelyek engem nagyon elbizonytalanítottak, mert én kicsit másról fogok beszélni. Amennyiben sikerül ezt megtanulnom. Tehát én a... Hogy működik ez? Aha. Szóval én a... Egy olyan tudományterületről fogok beszélni, amelyről azt hiszem önök mindannyian úgy gondolják, hogy ez valami nagyon új. És talán annyit tudnak róla, hogy a nagyon parányi mérettartományban eső anyagok és eszközöknek a tudománya. Tehát ez a nanométer tartomány, ezt úgy lehet elképzelni, és most nem akarok senkit megsérteni, de azért elmondom, ha tekintünk egy méter hosszú rudat, és azt 1000 egyenlő részre osztunk, és ebből kiveszünk egy elemet, akkor az az 1 milliméter. Hogyha ezt az 1 millimétert megint csak 1000 egyenlő részre osztunk, és ebből kiveszünk egy elemet, az az 1 mikrométer. Ha ezt az 1 mikrométert megint 1000 egyenlő részre osztjuk, és kiveszünk egyet, az az 1 nanométer. Tehát nagyon kicsi. Itt látszik egy... Most ezt önök látják, ahova én... De hova világítsak? De akkor meg nem fog engem felvenni a kamera. Tehát itt van az az arány, hogyha egy focilabdát a földgömbbel összehasonlítunk, akkor az köztük lévő arány az durván 57 vagy 58 millió. Ugyanez az arány van, hogyha egy nanométeres részecskét hasonlítunk egy focilabdához, ott is durván 58 milliószor kell kisebbnek venni ezt az anyagot. Tehát ez nagyon parányi részecskékkel kapcsolatos, technológia. Tehát a definíciója a nanotechnológiának az, hogy a 100 nanométer, tehát pontosabban az 1 és a 100 nanométer mérettartományba eső monolit, tehát egységes és kompozit anyagok struktúráira, mozgató szerkezeteire vonatkozó technológia. Természetesen minden technológia mögött kell állni egy tudománynak, és ezt a tudományt nevezik nanotudománynak, hisz a nanotudomány fekteti le azokat az elveket, törvényszerűségeket, amelyekre a mérnökök építeni tudnak, és esetleg tudnak új anyagokat és szerkezeteket létrehozni. És hát amiről én beszélni szeretnék, az egy általános kép erről a nanotechnológiáról, nanotudományról, és egy kicsit elvinném az orvosi alkalmazások felé, mert a nanotechnológia legértékesebb alkalmazási lehetősége a nanomedicina. Ez tulajdonképpen kihasználja azokat az elveket és azokat a technológiákat arra, hogy a gyógyításba hozzon létre hatékony módszereket. Ez egész konkrétan
arra vonatkozik, hogy a betegségek molekulás szintű felismerésével, lokalizálásával, a hatóanyagok molekuláris szintű célba juttatásával, szabályozott leadásával foglalkozzon. Új típusú kontrasztanyagok felfedezésével, és hát olyan nanoméret tartomány belső beavatkozásokkal, amelyek molekuláris szinten képesek gyógyítani. Ez egy nagyon nehéz feladat, azért nehéz, mert ugye mi technikai anyagokkal szeretnénk beavatkozni az élő anyag valamilyen tulajdonságába. És ha összehasonlítjuk a technikai anyagok és az élő anyagok tulajdonságait, túl azon, hogy a technikai anyagok nagy többsége kemény, merev és száraz, míg az élő anyagok lágyak, rugalmasak és nedvesek, túl ezen nagyon nagy különbség van. Ugye a technikai anyagok többnyire monolitek, tehát egyféle struktúrát jelentenek. Az élő anyag az hierarchikus, tehát különböző mérettartományban új struktúrák épülnek az előzőre. A technikai anyagokban abban vagyunk érdekeltek, hogy azok állandóak legyenek. Tehát egy autókarosszéria az minél tovább tartson, míg az élő anyagot a folyton változás, a folytonos változás jellemzi. A technikai anyagok ugye azért az állandóságuk ellenére károsodni tudnak, az élő anyag az hiába károsodik, jellemző rá az öngyógyulás képessége. A technikai anyagok a környezetükben passzív módon vannak jelen, az élő anyag pedig a környezettel egy folytonos kapcsolatot tart, ezt ugye homeosztázisnak neveznek. A technikai anyagokat mérnökök hozzák létre, tervezik, és jó szakemberek állítják össze a berendezést, míg az élő anyagot az önszerveződés jellemzi, tehát a molekulák a köztük lévő kölcsönhatások következményeképp alakítják ki azokat a struktúrákat. Ez persze a sokkal tökéletesebb élőanyag inspirálja az anyagtudománnyal foglalkozókat, és hát megjelent egy új technológia, a bioinspirált technológia, ami tulajdonképpen a nanotechnológia és a nanomedicinának a következménye. Hát akkor most térjünk vissza egy kis történelmi áttekintésre. A nanotechnológia ugye alapvető kérdése a parányi méret. Hát itt én kiválasztottam két nagyon régi, ezt önök látják csak, két nagyon régi hivatkozást, 1749-ből hogy gondolták azt, hogy miért olyan nagyon kicsik azok a részecskék, mert hogyha egy arany oldatot nagy mennyiségű vízzel elegyítünk, amelyben nem lehet természetesen látni az aranyat, nem lehet megízlelni, ugye a korabeli kísérleti módszerek ezen alapultak. Hogyha ehhez ónoldatot cseppentenek, akkor az anyag, az oldat vörösre festődik, ami világosan bizonyította, hogy nagyon kicsik ezek a részecskék. Hát ma már persze nem ilyen a mi vizsgálati módszerünk, és hát ennél jóval többet tudunk. De mégis kérdezzük meg még egyszer, hogy mikor alakult ki a nanotechnológia, vagy legalábbis mikortól indult el az a törekvés, hogy ilyen parányi részecskékből készítsünk olyan halmazt, ami különleges tulajdonságokat mutat. Erre a kérdésre nem lehet válaszolni. Egy biztos, hogy már nagyon régen találkozunk ebben a mérettartományban eső részecskékkel, ha megnézik ezeket a gyönyörű üveg, mi a pontos neve ennek?
katedrálokat, és nagyon jó mikroszkóppal belenézünk, akkor látjuk, hogy itt a részecskék, az arany, az ezüst és más részecskék már abban a tartományban vannak, amit a nanométer jellemez, tehát ami a nanotechnológia kémiai egysége. Ekkor persze még nem volt tudatos ilyen anyagoknak az előállítása, ez valahogy így sikerült. Akik ezen a területen többet olvastak, azok úgy gondolhatják, hogy ez az egész tudományterület egy Nobel-díjas fizikus, Richard Feynman nevéhez fűződik, aki a 1959-ben tartott előadás sorozatában azt mondta, hogy nem kéne olyan pazarlóan előállítani szerkezeteket, hogy kiindulunk egy tömbből, és abból kifaragunk valamit, és ugye ez egy csomó dolgot akkor el kell dobni. Tehát nem fölülről lefele, hanem alulról fölfele kellene építkezni, tehát fogni kellene az elemi egységeket, atomokat, és abból összerakni egy szerkezetet. Nyilvánvalóan ez sokkal gazdaságosabb lenne, hisz nem lenne veszteség. És Feynmannak az érdeme volt az, hogy kihangsúlyozta, hogy egy ilyenfajta technológia, tehát nem fölülről lefelé, hanem alulról fölfelé, az nem ellenkezik a fizika törvényeivel. Feynman nem mondta meg, hogy hogyan kell ezt megcsinálni, de ő elképzelte, hogy lehet ilyen parányi eszközöket készíteni, sőt, olyan parányi eszközöket, amelyek saját magukat reprodukálják, és ezzel ugye megnyitnak egy teljesen új világot. Ezt nevezte ő mechanoszintézisnek. Ő nem használta ezt a szót, hogy nanotechnológia. A nanotechnológia szót egy japán mérnök ember használta, egész más jelentéssel. Tehát furcsa módon a tudományágnak nevet adó fogalom, az gyökeresen más jelentett, akkor, amikor 1974-ben Norio Taniguchi bevezette ezt a fogalmat. Mégpedig azért vezette be, mert ő arra volt kíváncsi, hogy a szerszámok megmunkálásának a pontossága, az hogyan változott az idő során. Nyilván egyre tökéletesebb esztergagépeket állítottak elő, egyel pontosabban tudtak esztergálni, és ő semmi más nem csinált, csak ábrázolta a megmunkálás pontosságát az idő függvényében, és megrajzolta ezeket a görbéket, és extrapolált, tehát megnézte, hogy ez a pontossággal mikor érjük el a nanométer távolságot, és ez adta a nevét a nanotechnológiának. Ma már tudjuk, hogy mi egész mást értünk ez alatt, de elévülhetetlen érdeme van a Norio Taniguchinak, legalábbis abban, hogy ez a név ez ugye elterjedt. Feynmantól és Taniguchitól még nem terjedt volna el igazán, mert akkor ez még olyan nagyon izgalmas dolog volt, és azt lehetett mondani, hogy jó, szép elképzelés, de hogyan valósítjuk meg? Egy Eric Drexler nevű úr, aki a Feynmannak a diákja volt, ő írta le sokkal részletesebben, sokkal inkább a tudományos ismeretterjesztés nyelvén ezt az egész elképzelést több híres könyvében, ami közérthetővé tette ezt az egész elképzelést, és ezzel tulajdonképpen bekerült a tudományos ismeretterjesztésbe, és bekerült még a médiának a más részeibe is. Most nem akarom mondani. Tulajdonképpen Drexler háromféle elképzelést ötvözött, vette a Feynmannak az alapelképzelését, hozzárakta a Neumann Jánosét és a sajátját. És ebből gyúrt valamit, ami annyira izgalmas lett, hogy még a bulvár médiába is bekerült. És hát látjuk, hogy rengeteget írnak, és még többet beszélnek, kutatók is, meg amatőr tudósok is a nanotechnológiáról, sok esetben akkor is, amikor igazából nincs is rá szükség. Sőt, hát jelentek meg olyan könyvek, hogy nanotechnológia
ugye hülyéknek vagy ostobáknak, és hát ennek egy nagy része a nanomedicina, meg aztán bejött a science fictionbe, rengeteg alkotás foglalkozik azokkal a parányi robotokkal, amelyek valójában nincsenek, és a közeljövőben nem is lesznek. Az a kérdés, hogy akkor mikortól számítjuk a nanotechnológiát? Feynmantól, Norio Taniguchitól? Nem. Sokkal régebb óta. Ez a Michel Faraday, ez a nagyon nagy tehetséges angol polihisztor volt az első, aki több mint 150 éve ezelőtt állított elő nanoméretű aranyat. Ez a nanoarany mind a mai napig megtekinthető Londonban, a Natural Science Museumban. Itt talán elmondanám azt, hogy ilyen parányi méretű részecskéket előállítani sokkal könnyebb, mint a stabilitásukat megoldani. Tehát ebben a Faraday-féle technológiában az volt a nagyszerű dolog, hogy nem csak arra volt képes, hogy ilyen parányi méretű részecskéket állítson elő, hanem arra is képes volt, hogy ezeket stabilizálja, és 150 éve ott megláthatók ezek az anyagok a Natural Science Museumban, Londonban. Itt ő már akkor előadásokat tartott a nanoméretű aranyról, itt eredeti kézírásával látható egy mikroszkóp tárgylemez, amelyen a saját maga által előállított arany részecskék vannak. Természetesen ebben az időben ezeket nem lehetett látni. Egyébként se lehet fénymikroszkóppal látni, mert a fénymikroszkóp felbontó képessége az a mikron táján véget ér, tehát az alatti tartomány, a 100 nanométer, a 10 nanométer, az teljesen láthatatlan. Ezért is olyan borzasztó nehéz olyan robotokat elkészíteni, amelyeket egyébként nem is látunk, meg semmilyen módon nem tudunk érzékelni. Tehát akkor nem is olyan elrugaszkodott dolog azt mondani, hogy a nanotechnológia több mint 150 éve indult meg, hisz akkortól lehet számolni azzal, hogy a legkülönbözőbb anyagokból tudtak parányi részecskéket előállítani. De akkor még nem lehetett ezeket látni, és azt sem tudták, hogy ezek tényleg abban a mérettartományban vannak, amit mi nanonak nevezünk. Ezt a tudományt egy Graham nevű úrnak köszönhetjük, aki először elkezdett gondolkodni, hogy milyen kölcsönhatások, milyen kísérleti módszerekkel lehet ezeket a rendszereket vizsgálni. És az első észlelés, amikor már azt lehetett mondani, hogy itt részecskék vannak, amelyeket meg lehet számolni, az Zsigmondi Richard nevéhez fűződik, aki 1903-ban készített egy olyan mikroszkópot, ezt ultramikroszkópnak nevezik, amivel nem a részecskéket lehetett látni, hanem a részecskéknek az árnyékát. De ezzel a módszerrel már meg lehetett számolni azt, hogy egy adott rendszerben hány darab olyan parányi részecske van, ami biztosan kisebb, mint a mikron, mert hogy nem lehet fénymikroszkóppal látni, de mégis az árnyéka alapján meg lehetett őket számolni. És itt van egy fantasztikus kép a Zsigmondi Richard egyik jegyzőkönyvéből, amiben az a fantasztikus, hogy ez nem egy fotó. Ő kézzel rajzolta meg ezt nanoarany koncentrációs sorozatot. És még egy érdekesség, hogy az arany az egy olyan érdekes fém, hogy a méretétől függ a színe. Tehát tulajdonképpen ma már tudjuk ránézésre, hogy ez az aranyrendszer, aranyszól, ez 20 nanométeres, 50 nanométeres vagy 80 nanométeres részecskéket tartalmaz, egyszerűen a színből ez következik. És hát ez a tudomány elkezdett fejlődni, és a nagy áttörést egy Wolfgang Oswald nevű német kutató
érte el, aki összefoglalta az addig elért eredményeket az Elhanyagolt Dimenziók Világa című könyvébe. Egyébként ő izgalmas dolgokat csinált, ő kidolgozta például a boldogság termodinamikáját, szóval ilyen fantasztikus, érdekes ember. Szóval ő vezettette be tulajdonképpen az egyetemi oktatásba az ilyen tulajdonságú anyagoknak a vizsgálatát, és ő fogalmazta meg először azt a nagyon fontos dolgot, hogy ez az állapot, amit akkor még úgy hívtak, hogy kolloid állapot, az anyag egyetemes állapota. A kolloid állapot az annyiban más, mint a nano, hogy az az 1-től 1000 nanométer tartományba eső részecskéket vizsgálta, míg a nanotechnológia az 1 nanométertől a 100 nanométer tartományba esőket. Tehát nyilvánvaló, hogyha valami törvényszerűségek igazak az 1-től 1000 nanométer tartományba, akkor azokat fel lehet használni az 1-től 100 nanométer tartományba is. És ez olyan jelentős fejlődést adott a többi tudománynak, hogy 1930-ig 6 Nobel-díj született, azokból a kísérleti eredményekből, amelyek azon alapultak, hogy ezeket a részecskéket meg lehetett számolni. Aztán utána lett egy nagy csönd, és egész mostanáig úgy gondolták, hogy ez a terület ez csak ipari szempontból érdekes, hogy jó festékeket csináljunk, meg jó arckémet, de most, hogy a másfelől a nanotechnológia előkerült, akkor rájöttek a kutatók, hogy hát tulajdonképpen nem kell semmi más csinálni, mint a kolloid könyveket föl kell lapozni, és abban egy csomó olyan törvényszerűség, olyan csomó ismeret van, amit a nanovilág kutatói alkalmaznak. És hát büszkén mondhatom, hogy Magyarország élen járt ebben, mert az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem professzora, Buzák Aladár, aki meghonosította Magyarországon ezt a tudományterületet, és volt idő, amikor az Egyesült Államokban a diákok az ő könyvéből tanulták ezt a tudományt, amit kolloidikának neveznek. Tehát a kolloidika az egy kicsivel több, mint a nanotechnológiának a kémiai alapja. És hát most beszéljünk egy kicsit ezekről a részecskékről, ugye univerzális a rendszer, tehát bármilyen anyagot lehet ebbe az állapotba hozni, ez többnyire a kémikusoknak a dolga. A jó kémikus az képes arra, hogy méretre szabva állítson elő anyagokat, és a tulajdonságok ebben a mérettartományban gyökeresen megváltoznak, mert ahogy a részecskék méretét csökkentjük, úgy a felületen lévő atomok száma a tömbfázisban lévő atomok számához képest egyre dominánsá válik. Tehát ebben a mérettartományban, ami ilyen nagyon pici, a felületi tulajdonságok dominálnak, és ez azt is jelenti, hogy a kémia, ami a tömbfázisban van, az háttérbe szorul. Tehát az új tulajdonságok a felület tulajdonságaiból jönnek, és ez rendkívül érdekes és meglepő új felhasználásnak ad lehetőséget. Itt számtalan példával élhetnék, én most csak 2 vagy 3 nagyon látványos dolgot szeretnék bemutatni. Az egyik a mágneses folyadék. Hát tudjuk, hogy a mágneses anyagok azok szilárd anyagok. Ha egy szilárd mágnes megolvasztunk, akkor elveszti a mágnesességét, de hogyha egy ilyen... Hogy működik ez? Tehát ez egy olyan mágneses folyadék, ami mágneses térben, ott a mágnes a főzőpohár alatt van, ez egy szilárd anyag, de abban a pillanatban, hogyha elvesszük onnan a mágnest, akkor folyadékká alakul. Ez azért van, mert a nagyon parányi méretű kutyaközönséges vasoxid részecskékben a mágneses tulajdonság irtózatos módon felerősödik. Ebben a folyadékban körülbelül 5%-nyi mágneses anyag van, és látjuk, hogy ez az 5% milyen
drasztikus, milyen erős módon reagál a mágneses térre. Ugyanez persze más tereknél is megmutatkozik. Itt most egy másik példát szeretnék megmutatni. Ez egy olyan folyadék, amely hasonló dolgot mutat, csak elektromos térben. A két elektróda közé most nem kapcsolunk feszültséget, látszik, hogy ez folyadék. Most rákapcsoljuk a feszültséget, és abban a pillanatban ez a folyadék szilárd test lesz. Ez megint annak a következménye, hogy ezek a nagyon parányi részecskék nagyon-nagyon intenzíven reagálnak a terekre, és hát tulajdonképpen ez mikroszkopikusan ez az oka ennek a kölcsönhatásnak, hogy a térben ezek a részecskék nagyon gyorsan ilyen füzérszerű struktúrát alkotnak, és ez megmerevíti a rendszert, de mivel a részecskék nagyon picik, a hőmozgás a tér kikapcsolása után pillanatok alatt szétveri ez a struktúrát, tehát a szilárd anyagból egy folyadék lesz. Ezeket persze rugalmas rendszerbe is be lehet építeni, így úgynevezett aktív nanoszerkezeteket lehet előállítani. Ez például a NASA arra fejlesztette ki, hogy a űrben lévő optikáknak az ablaktörlője legyen. Itt a nano az a vékony rétegben van, amit arra a polimerre ráhúzunk. Vagy itt van egy másik eset, hogy rugalmas tulajdonságot hogyan lehet összekötni a mágnesességgel. Itt is nagyon parányi mágneses részecskék vannak ilyen rugalmas polimerbe ágyazva. Vagy hogy még itten fokozzuk a hülyeségeket. Ez egy ilyen gyalogló gél, ami ottan végigmegy. Szóval, és ebben az az izgalmas, hogy biológiai mozgásokat lehet nagyon jó szimulálni, és ezek a mozgások lágyak. A folyadéktartalom miatt sokkal inkább alkalmasak arra, hogy élettani dolgokhoz használjuk. Természetesen ez a terület egy olyan széles, hogy én nem beszélhetek az idő rövidsége miatt sok másról. Ennek megvan az elektronikai része, megvan a mechanikai része. Hát én még egy dolgot szeretnék megmutatni, a motor. Hát ugye a Feynmannak az elképzelése is az volt, hogy ott parányi robotok majd az erekben szaladgálnak, és összegyűjtik a daganatos sejteket, a beteg sejteket, és meggyógyítják, megölik mindenfélét. Hát ez azért még nagyon távoli. Ilyen egyszerű dolgot se tudunk, mint mondjuk egy motor, ami ebben a tartományban működik. Természetesen nem tudunk, mert nem is látjuk, nagyon nehéz egy bonyolult szerkezetet összerakni, amiben van mechanika, van elektronika. Hát ezt is bizonyos anyagok úgy meg tudják oldani, hogy tulajdonképpen nagyon egyszerű vezérléssel, statikus, homogén térben például lehet ezekkel a új technikákkal előállítani olyan parányi polimert, hogy ezt a forgómozgást, tehát a motornak a rotorját meg tudja tenni. Itt ez egy példa, de természetesen innentől kezdve, hogy ebből motor legyen, ez kellene farigcsálni, tengelyre rakni, ami nagyon bonyolult. Pláne nagyon bonyolult, hogyha a nanovilágba akarunk lemenni, mert ott már nem is látjuk hagyományos eszközökkel. Nem csak parányi részecskéket, hanem a részecskékből elő lehet állítani olyan bevonatokat, ilyen nagyon egyszerű technológiával, ami szinte hihetetlen, hogy valaki úgy csinálja nanotechnológiát, hogy készít ilyen parányi részecskéket, és utána azt elhelyezi egy folyadékba, utána fog egy üveglapot, belemártja, óvatosan kihúzza, akkor kap egy réteget. Ez egy réteg, a nanométer vastagságú, és azokat a tulajdonságokat mutatja, amiből ez a réteg áll. Tehát ha szükséges, akkor nagyon víztaszító,
vagy nagyon vízvonzó lehet, tehát például ez egy olyan réteg, ami nagyon víztaszító. Egyébként ezt is a természetből lesték el a kutatók, mert a lótuszvirágnak a struktúrája adja a mintát, mert arról a víz az nagyon könnyen lepereg, és hát ilyen technikával lehet textíliákat előállítani. Hát most már tényleg nagyon kevés időm van, úgyhogy egy izgalmas területet, a hatóanyag hordozókat talán átugrok. Annyiban kiegészítve, hogy ugye a gyógyszeres terápia rendkívül pazarló, mert az ember bevesz egy tablettát, az az anyag, hatóanyag megy mindenhova, ott is hat, ahol nem kellene, ott árt, és esetenként nem jut el oda, ahol hatni kellene. Tehát két fontos megoldandó probléma van, hogyan lehet a hatóanyagot célba juttatni, és hogyan lehet a hatóanyag koncentrációját az adott helyen biztosítani. Hát ez is a nanomedicinának az egyik fontos területe, ahol különböző ilyen parányi részecskéket alkalmaznak arra, hogy célba juttatni, és az optimális hatóanyag koncentrációt biztosítani lehessen. És hát ugye egy fontos terület, amit nem hagyhatok ki, ugye a nanotechnológia a divatba is bejött, és hát szeretném ezt megmutatni, hogy mit is jelent a divatba ez a technológia. Itt 18 éven aluliak nincsenek, ugye? Mert a végén lesz egy olyan kép, úgyhogy akit úgy érzi, hogy nem szabad nézni, az csukja be majd a szemét. Ez egy török divatcégnek a munkái. Nyilvánvaló a nanotechnológiának nem ez a legfontosabb része, de ez a legizgalmasabbak közé tartozik. Olyan demonstráció nincs, amikor öltöztetne, csak vetköztet. És majd a kalapot is tessék figyelni. Hát itt most volt egy kis színváltozás. Ennek a területnek egy külön izgalmas része a fehér neműknek a hőre változó színe. Hát ilyen demonstrációt most nem hoztam. Na, ez egy abszolút vetköztetés lesz. Na, ennél gyorsan elmegyünk. És a végezetül csak azt szeretném mondani, hogy nem minden nano kicsi, itt például egy nanosaurus, ami 120 centi, tehát ne tessék abba a hitbe élni, hogy minden nano az nagyon kicsi. És hát köszönöm szépen a figyelmet!